Tisztelettel köszöntöm Önöket advent negyedik vasárnapján. Kérem, fogadják szeretettel az X-Bar műsorát és Kovács Szilvia köszöntőjét. Óban ébred, majd az ünnep, minden percben nevet rád, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ. Körbe nézel, s látsz egy arcot, amit némát mond pihen, reményt adhatsz, már mosolja, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek a tiszta fényből egy csepp, jó kedv könyve jött, ha másod nincs is, ezt add tovább. Óban ébred, majd az ünnep, minden percben nevet rád, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagy világ. Körbe nézel, s látsz egy házat, mint a napfény elkerül. Kopog csendben, kerek szívvel, útban nem lesz egyedül. Jut még bárkinek, a tiszta fényből a cseppirág, jó kedv könyv helyen, ha másod nincs is, add tovább. Oh,
semmire, keresztül a hazámat. Úgy semmire, keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot. Csak annyit még neked is nekem elég, világítsa be az erdő küzetét. Arcodat láthassam, ha leszel az este, s kezed teszed kezembe. Magányos tárgyak
az elhagyott színpadon, fölborult széken, s gondolkom mi lesz veled, ha egyedül hagy a zajos tömeg. Sebzett vagy is, te sem tudod, hol a helyed. Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeres nagyon, fáradt vagyok, és nehéz a szívem. Vigasztalj meg, ha nem is hiszem, hogy szebb lesz a holnap, mondd, hogy lehet. Hogy lehet, ha nem is tudod, hogy hiszek neked. Békesség légyen föl.
mindenképpen. Thank you.
és úgy élsz, ahogy én, te is azt álmodod, amit én, legalábbis úgy szeretném. Kívánj a szónak nyílt utat, és a dalnak tiszta hangokat. Kívánj, hogy mint én, úgy szeressenek, köszöntöm kedves nézőközönségünket. 4 hétvégén keresztül láthatták online adventi műsorunkat.
Ezúton szeretném megköszönni a közreműködését Kácsár Györgyinek, Baki Eszternek, Mizsei Mullinak, Csákai Erzsébetnek, Honti Rolandnak és az X-Bar zenekarnak. Az egész online adventi műsor ötlete a Varga Domokos Általános Művelődési Központ érdeme volt, és köszönjük a közreműködését, támogatását Kunszent Miklós város önkormányzatnak is. Ebben a nehéz időben azt gondolom, mindannyiunk lelkében viharok dúlnak, és nem tudjuk, hogy milyen karácsony áll előttünk. Kérem, fogadják nagyon sok szeretettel ezt a rövid kis idézetet, üzenetet zárásképpen. Hull a hó, és ettől lassan minden hó fehér lesz. A hangok elmerülnek a puhaságban, szinte tapintani lehet a békés, puha csendet. Megállok egy utcai lámpa alatt, és nézem, hogyan keringenek szálnak alattam a hatalmas pelyhek, mielőtt belepik a fákat, a földet, a háztetőket, és lassan hóemberré változok én is. Észre sem veszem, mikor lopakodik a szívemig valami tiszta, melengető boldogság. Újra itt egy karácsony, és milyen messze már a szép művű öntött vaskája melege, oldalán kimunkált gyönyörű ábrákkal, a tetején sülő almák illatával. A fonott táblás faragott székek a nagy asztal körül, mely felett színes apró gyöngyökből készült csillárontotta a fényt. A karácsonyi gyertyák falon billegő árnyéka, a csillagszóró fénye, a feltételek és határok nélküli öröm és béke. Milyen messze már a gyermekkor varázsa, a szeretett búvó helyek, a nagyanyám virágágyásai az udvarban, a titokfejtő duruzsolások a testvéremmel, Jézuska váró lelkesedések a kulcsikon, a festmény az ágy felett. Jézus, az olajfák hegyén imára kulcsolt kézzel, akiről hittük, hogy ott van, mert másként hogyan hozhatta volna el nekünk a feldíszített karácsonyfát. Körüllengett, megérintett, elbűvölt a csoda. Szinte kézenfogva vezetett egy békés, jó világba, ahol vannak még varázslatok. Felnőttünk, de minden évben újra ott állunk a fa alatt, belélegezve a karácsony bűvös, fenyőgyercs a csillagszóró illatát, és hisszük, bölcsünk, várunk, és utolsó legfontosabb pillanatunk a család. Az erő, mely egymás felé sodor, a szeretet, mely akkor is egyben tart, amikor valaki már nem lehet velünk. Az újszülött első nyugodt álma az édesanyja mellén, az apák étel fölé hajló fáradt arca esténként, a munkából hazatérve. A nagyszülők mindent megbocsátó és tűrő mosolya, a kezünkben tartott másik kéz, a hozzám, hozzád húzó, édes, féltőlelés. A hitünk a csodában, hogy bár bezárult az ajtó, ablak, a feldíszített fenyő mégiscsak ott lesz a szobában. Nem is gondolunk rá, de érezzük. Szeretünk. És szeretnek. Egy békés, boldog napon minden itt van velünk. A múltunk, a jelenünk, a jövőnk. Nem sietünk sehol. Csak állunk meghatottan a fa alatt, és egy pillanatig hisszük. Élhetnénk úgy is a világban,
ne legyen háború, veszekedés, szegénység. Hullahó. Lassan minden elmerül a hófehér puhaságban. Kinyitom a tenyerem és beleengedem a leszálló pelyeket. Olyanok, mint a boldogság. Mire megértem, tova tűnik. Becsukom a tenyerem, és az előbb még kristályosan csillogó hópehely vízcseppként ér földet. Közben már megfejtettem a titkot. A karácsony ott van, a szívekben, legbelül, mint a szeretet, melyet meg lehet fogalmazni így is. Adj egy szelet kenyeret, és nem leszek éhes. Adj egy pohár vizet, és nem leszek szomjas. Szoríts magadhoz, és nem fogok fázni. A mosolyod az ajándékom. Áldott és békés karácsony ünnepeket kívánok Önöknek!